2003-ban végzett Gornagy Mária színi tanodájában, és még ebben az évben a Móricz Zsigmond Színház színésze lettél, nem tudom, nem beszéltük meg, hogy tegeződhetünk-e. Gyakorlatilag az éven akkor jubilálsz. Ugye a színpadon ebben az évadban láthattak már például Oza nagy varázslójában, ugye Bádog emberként, de legutóbb a János királyban, és ha jól sejtem, akkor most is zajlik a próba folyamat. Mi azért, ha nem bánod a beszélgetést, azt onnan kezdenénk, ahonnan szoktuk, és feltenném azt a nagy-nagy kérdést, hogy miért gondoltad te úgy, hogy színész leszel, vagy mikor gondoltad azt, hogy neked ezt a szakmát kell választani? Hát én nem döntöttem el, hogy színész leszek. Ez valahogy így jött. Én nem voltam az a gyerek, aki gyerekkorától színész akart lenni, hanem egyszerűen sportból kerültem át egy olyan más közösségbe, amikor a középiskolában jártam Cegléden, egy olyan csoportba, ahol nagyon megkedveltem ezt a dolgot. És persze hát ott is már azonnal kudarcok és sikerek és stb. Tehát ott már ott elkezdődött ez, ami onnantól kezdve csak folytatódott. Valami más világot nyitott meg a színház, meg ez ezzel való találkozás. És onnantól elkaptam ezt a betegséget, amit ugye mindenki, aki színész lesz, azt így valahol megkapja. És hát nem sikerült belőle kigyógyulni, de dolgozom rajta. Te meg tudnád határozni, hogy mi az a betegség? Nem tudom. Talán a... hát... mazoista vagyok? Vagy munkamániás? Nem tudom mi. Nem tudom mi. Hát nem a sikerért csinálja az ember azt, amit csinál. Főleg, hogyha színész lesz. Ugye más szerepelni, más dolgozni a színházban. Szeretek dolgozni. Ez van. Nem a sikerért csinálja. Hát pont a színész az, akiről azt gondolná az ember, hogy hát mégiscsak fontos neki, hogy nagy legyen az a taps, jöjjenek a nagy szerepek. Ez nem a siker? De az a... Az a végbevitt munkának a sikere, de nem feltétlenül az enyém, vagy hogyha a siker, akkor az a rendező sikere, a kollégák sikere, és nem csak az enyém, tehát nem tudom, mennyire tartja meg a színház magában az egoizmus, de ez egy csapatjáték, itt az ember egyedül nem ér semmit, ha csak nem zseni, de talán ezt sem merném kijelenteni. Nem a siker az, amiért csináljuk, az, hogy megtaláljuk magunkat lehetőleg hamarabb. Segítenek a darabok a színházvilága abban, hogy megtaláld magad? Persze, hogy ne. Mindig ki lehet húzni valamit, hogy az nem én vagyok. Így ebben a módszerben, hogy a negatívumok esetleg kijönnek? Nem, ezt most csak poénnak szántam, de hát ugye azon keresztül, hogy az ember miket él meg, mivel van lehetősége találkozni, meg a próbák folyamán, ugye a beszélgetések során egyre inkább megtalálja az ember azt az utat, amit neki járni kell. Azt mondtad, hogy talán azért is, mert hogy mazoista vagy. Ez miből adódik? A feszített tempóból, vagy miért pont a mazoista jelző jutott eszedbe? Hát igen, épp elmélyű ember ezt nem szívesen csinálná. Tehát ezt természetesen a kívülállók nem látják, ők csak azt látják, hogy az embert megtapsolják, és ott áll fönt a színpadon. A mögötte lévő munkát nem ismerik. És azért mi tulajdonképpen nem kapunk semmit. Tehát rajtunk kívül, éppen mostanában szoktam mondani azoknak, akik színészek akarnak lenni, hogy rajtunk kívül senki nem akar, hogy azok legyünk. Tehát ezért az embernek mazoistának kell lennie, és igenis meg kell. Nem feltétlenül mazoistának, ez is csak egy dolog, amit itt felkaptam, hogy tudjam valamihez hasonlítani, mert még nem találtam meg rá a megfelelő szót, de igenis az ember sajnos sokszor bünteti magát, és sokszor viseli el, hogy büntessék hülyeségekért, amiért tulajdonképpen nem kellene, és könnyen át lehetne lépni. Na hát igen, ez is talán egy út, és ez az az út, amit meg kell találni, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy az ember a lehető legkönnyedebben tudjon alkotni. Azt, hogy senki sem akarja rajtunk kívül, hogy színészek legyünk, azt hogy érted? Soha senki nem mondta neked azt, hogy jó lesz ez, menjél fiam, csináld. De egy ember, aki miatt bekerültem abba a bizonyos színjátszó körbe Cegléden, Andó László barátom, ő a történelem tanárom volt, meg irodalom és nyelvtan tanár a suliban, és hát utána nagyon jó barátom. Igen, ő mindenképpen rugdosott és hajtott. Lehet, hogy egyébként nélküle feladtam volna, és így visszagondolom, lehet, hogy jobb is lett volna mindenkinek. De nem, tehát természetesen onnantól kezdve, hogy a szüleim próbáltak lebeszélni, majd, hogy nem, tehát így évekkel ezelőtt, pár évvel ezelőtt szűnt meg ez a fajta
támadás, hogy ezt nekem most már abba kellene hagyni, és valami normális dolgot kellene csinálnom. Mert hát ugye ők túl sokat nem láttak abból, hogy én itt mit csinálok. Premierekre eljöttek, megnézték, és akkor úgy örültek a sikereimnek, és láttam az apám könyvbelábadt szemeit, ami ilyen jó érzés volt. Tehát persze, a büszkeséget látni rajta, hogy azért mégis volt valami értelme. Most már hála Istennek, ők egyáltalán nem kérdőjelezik meg, hogy lenne nekem bármi keresni valam ebben a szakmában. Ez egyébként segít abban, hogy tovább lendülj, és te is esetleg plusz energiákkal csináld, vagy ezt megtanulja mondjuk az ember elfogadni, hogy a környezete nem feltétlen támogatja? Segítséget ad az, hogyha nem kap támogatást az ember, mert akkor még több energiát tud gyűjteni magából. És már nem kell, hogy valaki rugdossa azért, hogy dolgozzon, hanem az ember rájön, hogy ezt valóban másképp nem lehet csinálni, csak ő kemény munkával. Gornagy Mária színi tanodájába egyenes volt az út, szándékos volt ez a választás, vagy csak így alakult, hogy oda csöppentél? Hát persze mindenki a színművészeti egyetemmel próbálkozik, most már egyetem, akkor még csak főiskola volt, a színművészetivel próbálkozik, és én azt hiszem, hogy háromszor jelentkeztem a színművészetire, és párhuzamosan, igen, talán már az, nem az első évben még nem, de a második évben már igen, ami azt jelenti, hogy 2000-ben, 99-ben érettségiztem, akkor megpróbáltam. Tehát 2000-ben felvételiztem a Gornagy Máriához is, és oda is felvettek, vagyis oda felvettek, és akkor elkezdtem a Gornagy Máriát, egy alapítvány támogatott abban, hogy a tandíjat tudjam fizetni, mert hát ugye ez nem olyan természetes, de nekünk nem volt rá lehetőségünk a családban ezt finanszírozni, és közben még próbálkoztam a felvételivel, csak közben annyira beindultak a dolgok, lehet ezt így mondani. Hát közben ugye mozgásszínházasztam, kaszkadőrmelókat vállaltam, castingok, minden különféle szerepecskéket kaptunk mindenfelé, ugyanúgy a színművészeti főiskolán is. Majd később aztán az a hölgy, a Horváth Patricia hozott engem ide a színházba a Nagyúr szerepére 2003-ban, amikor ugye ide kerültem. Na szóval annyi volt már a munkám a Gornagy Máriánál, hogy elfeledkeztem róla, hogy nekem felvételim van, úgyhogy egyszer úgy mentem be felvételire, hogy éppen egy előadást játszottunk reggel 9-kor, az egy mozgásszínházi darab volt, ugye, amit a Gyöngyösi Tamással csináltunk évekig. Aténba válogattak mozgásszínházi előadásokat, és akkor ezt reggel 9-kor nézték meg, és amikor megálltam pihenni, ugye ez majd közel egy másfél órás mozgásszínházi előadás volt, megálltam pihenni az öltözőben, és akkor jutott eszembe, hogy nekem felvételim van. És körülbelül volt fél órám, hogy odaérjek, letusoljak, átöltözzek, és menjek felvételizni. Egy citromsárga, fekete kockás nadrágban volt, borzasztó, tehát azért megadtam a módját, mindig öltön, nyakkendő, stb., ahogy kell, vagyis ahogy én elképzeltem, hogy ennek így kellene zajlania. Igen, bementem, és mondtam, hogy nem készültem, és mondtam, ennyi volt. Hogy akkor viszontlátásra is volt rögtön? Igen. De, hogy nem készült. Persze, igen, mondtam, hogy elnézést, hát elfeledkeztem róla, hogy nekem ma milyen teendőim vannak, és nem szedtem össze magam ahhoz, hogy bemenjek, és akkor nekem most még valamit teljesítenem kell ilyen. Hát nem tudom, lehet, hogy éppen akkor vettek volna fel, hát olyan sztorikat hall az ember, hogy ki hogyan kerül be a színművészetről, hogy semmi nem lett volna csoda. De nem éreztem magamban annyit, hogy én most odaálljak, és valami megmérettetésre megfeleljek. De gyakorlatilag akkorra már nem is volt olyan fontos, nem? Hogy meglegyen ez a része is a képzésnek? Nem volt fontos. Azt gondoltam, hogy jó, akkor majd megpróbálom jövőre, csak mivel abban az évben engem már lehívtak Nyíregyházára darabra. Még utána is gondolkoztam persze a felvételin, de aztán engem a Tastnádi Csaba leszerződtetett, és azt gondoltam, hogy na akkor ennél jobb felvételi nekem nem kell, meg ennél jobb iskola, mert a szakmát az ember nem az iskolában tanulja, meg nem a színművészeti egyetemen, nem Kaposváron a főiskolán, vagy a Gornagy Máriánál, hanem bent a színházban, ahol neki valóban dolgoznia kell. Ahol megtanulja felvenni a közönséggel a kapcsolatot, meghallja lélegezni a közönséget, meghallja a reakcióit, és akkor annak alapján tud ő dolgozni és játszani. Hát az a fontos, ez az együttműködés a fontos. Még mielőtt belemérnénk abba, hogy milyen az élet itt a Móri Zsigmond Színházban, vagy milyen voltak a kezdeti évek, azért én nem mennék el a mellett, hogy kaszkadőrködés, hát nem fél a színész attól, hogy kaszkadőrködés közben valamilyen olyan dolog éri, ami miatt aztán esetleg majd nem tud színpadra állni? Hát nem tudom, biztosan vannak olyan színészek, hogy ne természetesen. Hát változó. Nekem ez nem jelentett problémát, én sportoló voltam, cselgáncsos. Csalgáncsoztam az ifjúsági válogatottban később, amikor abba hagytam, én marha,
És igen, nekem ez élvezetet jelentett. Igen, szeretek veszélyes dolgokat csinálni és kipróbálni. Mostanában is, már most lassan másfél éve találtam meg itt helyben egy brazil jiu-jitsu klubot, Gracie Barra klubot, Halász Dávid vezetésével, és most ezt csinálom, amikor csak lehet. Úgyhogy most is kiharcolom magamnak azokat a lehetőségeket, amikor összetörhetem magam. Sőt, tavaly történt is egy ilyen, éppen egy ilyen kis küzdelmi edzést tartottunk a Kőszívű ember fiai premierjének a napján. Délután 5 órakor, 7 órakor volt a premier, ugye akkor kezdődött. És hát abban egy komoly vívás jelenetünk volt Szabjával, a Rák Zoltán kollégával, és nekem eltört a bordám edzésen. Úgy sikerült ráesnem egy partner, hogy eltört a bordám, és hát 8:30-8 Szabjával a kezemben kellett igen komoly mutatványokat végezni. Igen, koreográfia kisebb-nagyobb átalakításaival sikerült is ezt valahogy véghez vinni, de hát a sírás környékezett. Nem volt kellemes. A testtel való munka az így különösen fontos neked, hiszen például a mozgás színházat sem szereti minden színész. Persze, hogy nem, mert fárasztó. Nem mindenki szeret ebbféle munkákat csinálni. Nekem lételem a mozgás. Fontosnak tartom, hogy színész igenis figyeljen arra, hogy egészséges legyen. Ha teste lelke egészséges, akkor csak jó dolgok születhetnek abból, amit csinál. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy azok, amit én csinálok, az feltétlenül jó, sőt, biztosan nagyon sokan nem is ismerik el. De hát ez egyrészt nem érdekel, másrészt pedig az, hogy én tudom, hogy mire van szükségem, és hogyha én nekem arra van szükségem, hogy a testem lelkem egészséges legyen, akkor az én dolgom. Csak milyen volt a kezdet itt a színházban, vagy az, hogy gyakorlatilag rövid időn belül Tasnádi Csaba le is szerződtetett, ez kifejezetten plusz volt, vagy volt azért némi izgalom ebben a környezetben, mikor 2003-ban ide csöppentél? Hát hogy ne lett volna izgalom? Egyből egy olyan közegbe csöppentem, ahogy mondtad, hogy itt nekem évek óta játszó színészekkel, elismert színészekkel, Puskás Tivadar, most éppen megint itt van Mészáros Árpád Zsolt, ugye. Azért olyan nevek mellett kellett nekem valamit felmutatnom, ami kihívás volt. És persze, igen, izgultam, nagyon-nagyon izgultam, hogy ez most milyen lesz. Mindig hittem abban, hogy a munka az meghozza a gyümölcsét, és hát megint csak ennek tudtam hinni, és ezzel tudtam érvényesíteni azt, amit én gondolok. És miután Csaba, tehát igen, valóban az is, hogy Csaba azt mondta, hogy hát ő azt gondolja, most 2 szerepet megcsináltam abban az évadban, ő azt gondolja, hogy akkor egy szerződés nekem felajánl. Hát persze, hát hogy ne fogadtam volna el, hát státuszban lenni egy színházban ennyi idősen, mert azért elég fiatalon kerültem be a színházba, amíg mások 25-26 éves korukban kerülnek egy intézménybe, addig én még csak 24 voltam. Tehát 2 évben. Nem azt, hogy megelőztem, mert az mondjuk eltöltettem volna mással. De szóval aránylag fiatalon kerültem be a színházba. Persze, hát igen, elég kölyök is voltam. Te nem akartál egyébként Pestre, hát ha most úgy fogalmazunk, visszamenni? Vagy nem ez a lényeg? Hol van az ember? Nem, most már tudom, hogy nem ez a lényeg, de én azt terveztem, amikor Pesten voltam, és így álmodoztam a nagy színházi karrierről, hogy lemegyek egy 4-5, maximum 6 évet eltöltök valahol vidéken, hogy megtanuljam a szakmát, és akkor utána vissza Pest, és bárhol is kell kezdenem Pesten, megint legalul statisztálni egy-két mondatos szerepek, stb. Nem baj, meg fogja érni, és menni vissza Pestre. Nem érte volna meg. Menet közben rá kellett jönnöm, hogy én nem szeretem Pestet. Hogy hiába éltem ott 3 évet, nekem kimerítő az a rengeteg ember. Hogy én ebben a folyamba úgy beleessek, ami az utcán hömpölyög, nekem ez nem megy. Én szeretem a nyugalmat. Nyíregyháza azért ilyen szempontból azt hiszem, hogy egész jó város. Nem tudom, hogy a színházat azt hogyan lehet ugye ilyen módban értékelni, hogy mennyire nyugalmas. A színház teljesen nyugalmas. Hát ugye minden csak attól függ, hogy az ember hogy kezeli. De igen. Hát amit pihenésre szánnék, az nem túl nyugalmas, mert hát ugye van élet a színház környékén, itt a parkban, meg a színészház aljában, ami igazából elborzaszt, hogy a gyerekeknek ennyire nincsen mit csinálniuk. Ennyire céltalan az életük. Borzasztó lehet. Ez csak az éjszakai pihenés, meg a nyugalom. A nyugalom. Tehát hogy nehéz nyugatnak lenni, amikor az ember azt látja, hogy a színészház környéke és a színház környéke úgy néz ki, mint egy szemétdomb.
Nekem ez nem tetszik. Nem tudom, tehát én is buliztam, természetesen én is voltam fiatal, és én is voltam őrült, de hát ez másról szól. Ez másról, ez pontosan azt tükrözi, hogy a gyerekek vannak. Tehát, hogy nincsenek sehogy. És csak dühösek. És nem tudom, magukra kire. De inkább magukra lehetnek dühösek. Hát igen, a fiatal generációval kapcsolatosan sokan fogalmazzák meg ugye ezt a kritikát, de mi most azért maradunk még nálad, és beszélgessünk egy kicsit a színházi életről, hiszen azért a 10 év alatt sok minden történt veled. Mi az, amit szívesen idézel fel? Melyek azok a szerepek, amelyek kifejezetten kedvesek? Hát inkább azt tudnám mondani, hogy melyik az, ami nem volt annyira kedves, tehát abból volt kevesebb. Tehát azt lenne érdemes mondani, és nem úgysem mondom el. Nem illik elárulni? Nem tudom, hogy illik-e vagy nem. Hát természetesen az, ami nem volt olyan, azt hogy nem szívesen említem meg, hát ha valakiben más volt az emlék a nézők szempontjából. Sokszor van például... Most futottam össze napokban két diák színjátszóval, akikkel együtt dolgoztam a nyáron, országos színjátszótáborban, és ők mondták, hogy jó, de jó, és hogy annyira jó volt ez a darab, és hogy ki hogy éli meg, tehát ti is ugyanúgy élveztétek csinálni, mint ahogy mi nézni, és mondom, ez lehet, hogy a kollégák úgy élveztek, mert éppen ez egy olyan darab volt, amiben én nem játszottam, de mondom, ez változó, tehát, hogy nekünk nem feltétlenül kell szeretnünk azt, amit csinálunk, viszont hinnünk kell benne. És akkor szívvel, lélekkel meg kell csinálni, amikor az ember föláll a színpadra. Nagyon sok, mondom, előfordult olyan szerep, amit egészen addig, amíg a színpadra be nem tettem a lábamat, gyűlöltem. Viszont onnantól kezdve, hogy én kiléptem a közönség elé, nekem azt szeretnem kell is, és hinni benne, hogy ez működik és valós. Amikor kijövök, már egy kicsit nyugodtabb vagyok, mert olyan reakciók jönnek esetleg vissza a nézőtérről, amik igazolják azt, hogy ez jó volt. És akkor megnyugszom, de amikor másnap megint fölmegyek ugyanarra a szerepre, egészen addig, amíg be nem teszem a lábam a színpadra, utálom. Van persze, hát ez elég ritka, de én egy próba folyamatot szeretek. Én azt szeretem, amikor egy rendező idejön, és tudja, hogy mit akar látni. Pontosan tudja elejétől kezdve, hogy az utolsó szögig mi hol szerepel, hol áll a színpadon, hová van beütve, mi hol van, és ezt nekünk pontosan el is tudja mondani, és el tudja mondani, hogy ő hogy képzeli el a játékot, kicsoda az az ember, mindent tud róla. Dramaturgiailag ezért volt nekem a Telihai Péter nagyon, nagyon szimpatikus, mert ő minden szereplőjéről mindig mindent tudott, és tökéletesen magyarázta, hogy mi miért van. És egyértelműen, úgyhogy ez nekünk is egyértelmű volt már az első olvasatban. És közösen tudtunk gondolkodni rajta. Nála viszont volt egy olyan hiba, hogy ő, amikor megkapta a színészeket a színpadon, nem tudott velük mit kezdeni. Nem tudta megrendezni az előadást. Hiába tudott mindent a szerepekről, az előadást nem tudta megrendezni. Voltak persze kivételek, amikor ez neki nagyon-nagyon jól sikerült. Külső szemlélőnek nem biztos, hogy egyértelmű ez a dolog. Mi az, hogy valaki nem tudja megrendezni, vagy nem tud mit kezdeni a színészekkel? Ez mit jelent, ha el lehet mondani szavakkal? Azt, hogy azok a viszonyok, amiket ő felfedez a darabban, amit megrendez, nem tudja láttatni. Nem tudja megjelenítetni a színészekkel. És akkor a színészen áll a feladat, hogy ezt megcsinálja helyette. Vagy javaslatokat tegyen. És ebből még mindig lehet jó dolog, de az, hogy nem tudja megmozdítani a színészeket. Nem tud olyan szituációkat felállítani, amiben azt tudja láttatni, hogy ez az ember ilyen, a másik olyan. És ebből adódnak a problémák. Viszonyokat nem tud felállítani a rendező. Az baj. Tehát akkor nincs mihez képest játszani. Akkor nincs mit játszani. Kell az akkor mindenféleképpen, hogy a rendező az igenis irányítson? Persze. Egy rendező az vigye azt a csapatot, akivel dolgozik. És kell-e valamiféle szabadság is a színésznek, hogy mégiscsak amit ő szeretne, azt bele tudjon vinni, vagy te tényleg ebben a más típusban gondolkodsz, hogy igenis pontos irányelveket adjanak? Hogynem. Az az ember, aki pontosan tudja, hogy mit akar látni, az meghagyja azt a szabadságot a színésznek, hogy maga is felfedezzen dolgokat benne. Ha a színész ügyesebb, mint a rendező, akkor hamarabb fedezi fel, és hamarabb dobja fel a lehetőséget a kipróbálásra. Hogy akkor nézzük meg ezt a szituációt, hogy mi van akkor, hogyha én azt csinálom, és abból keletkezik valami. De a legtöbb esetben gyorsabb a rendező,
és gyorsabban reagál, hiszen ő már lejátszotta otthon a fejében az előadást, miután elolvasta, és háromszor, négyszer megrágta, vagy ötször, vagy hatszor. Műfajban egyébként van olyan, ami kifejezetten közel áll hozzád, vagy akár karakterben, amit szívesen játszol el, vagy mindegy, csak jöjjön a feladat, és jöjjön a kihívás. Igen, jöjjön a feladat. Én sosem voltam egy ilyen könyöklős ember, tehát aki kiharcol magának dolgokat. Ami kell, az úgyis megtalálja az ember. Úgyhogy én figyelem, mi van kiírva, ami ki van írva, azt játszom el. Lehet, nem tudom, igyekszem eljátszani. Tehát mindegy az, hogy ez most mese, az Óza Nagyon Rázsló például fantasztikus volt, nagyon jó próba volt, és egy nagyon jó előadás született belőle. Tehát amit kiírnak, azt játszom. Tényleg soha nem volt még olyan, hogy megláttad, hogy ki milyen szerepre van beosztva, és nem gondoltad azt, hogy pedig én ezt a másikat úgy szerettem volna. Dehogy nem. Igen. Legtöbbször minden kiírásban látom azt a szerepet, amit nagyon szívesen eljátszottam volna. De hát nem azt írták ki rám. Tehát most akkor ugráljak. Nem tudom, tépjem le a Tasnádi Csaba fejét, vagy mit csináljak. Nem, természetesen semmi gond nincsen ebből. De igen, tehát azért persze, hogy nekem is vannak vágyaim, de hát majd idővel majd teljesülnek. Lehet arról kérdezni, hogy mi az, amit mondjuk nagyon szívesen és nagyon szeretnél? Vagy ez nem konkrétan fogalmazódik meg, hogy van egy ilyen darabban egy ilyen szerep, és ha az egyszer itt lenne, az nekem nagyon kellene? Nem, nincsen ilyen. Leginkább abban bízom mindig, amikor például kiírnak egy darabot, vagy tudom, hogy az évadban valaki rendezni fogja azt a darabot, akkor mit játszanék benne szívesen. De hát ugye én csak lemegyek a portálhoz, megnézem a kiírást, és akkor eldől, hogy teljesült az álmom, vágyam, vagy nem. Ez az idény, ez a számodra tényleg jubileumi, ugye 10. év, ez milyennek tűnik így egyelőre, bár hát ugye nyilván még a vége az odébb van, hiszen nem is olyan régen kezdődött még az évad. Milyennek látod? Nem is gondoltam rá egyébként, hogy én most 10. jubilálom, de én tökéletesen elégedett vagyok. Vagy lehet, hogy én akarom már most másképp látni a világot, és nem akarok már többet a dolgoktól, mint ami. Én ezzel elégedett vagyok. Azt csinálhatom, amit szeretek. Hála Isten, időm is van másra fordítani, sportra. Leginkább. Csak nem hagyom ki ezt a sportos kérdést, hiszen ez az alkatodon is látszik, és hát biztos vagyok abban, hogy a színházba járó lányok 90%-a kifejezetten Nagy Idai Gergőért rajong. Egyébként végeztem közvéleménykutatást is, amikor hallották, hogy veled fogunk beszélgetni, mindenki azt mondta, hogy hát, az jó, pasi, ez nem, hogy mondjam, skatujáz be téged egy kicsit? Hogy egy jó pasi lennék, az nem. Nem, hát általában itt a színházon belül épp az alkatom miatt, mert hogy én vagyok a közveszélyes, és az önveszélyes, és a legnagyobb, de beskatujáz, csak nem arra, amire mások gondolnak, hogy beskatujáznom. Vannak szerepek, amilyenek vannak, játszol, amit játszol, azt mondtad, nem szeretsz könyökölni, még hogyha valamiben mást is nézel ki, ugye akkor se tudsz mit tenni, de mégis a fejlődés, vagy a továbblépés lehetőségét te miben látod? Hát az, hogy amit kapok, azt jól csináljam meg. Azt úgy csináljam meg, hogy abban a rendezőnek, az igazgatónak ne legyen kivetni valója. És mindig nagy lelkesedéssel kapom tőlük a gratulációkat, viszont nem látom azt, hogy pont ez a fejlődés, ez működne, ez menne tovább. Tehát lehet, hogy a játékomon való fejlődés az megmutatkozik, de az, hogy ők arra engem méltónak vagy érdemesnek tartsanak arra, hogy nagyobb feladatokat kapjak, arra úgy tűnik, hogy ők nem. Szóval itt van egy kis probléma, amiről érdemes beszélgetni, bár nem rádióbeszélgetés kapcsán vagy menetén, hanem magával az igazgatóval, hogy ezt ő hogy látja. De nem baj, hát, ha eljut hozzá így, ugyanis nem sok lehetőségünk van beszélgetni. Szóval én sem értem, hogyha ő ezzel a lelkesedéssel gratulál, és ezzel az elismeréssel, akkor hogy vannak ezek a dolgok? Akkor ki mit játszik a színházban? Lehet ezt úgy érezni, hogy leosztott szerepek vannak, és a nagyok azok egy bizonyos réteget érintik, a többi meg a többieké?
Igen, az esetek 90%-ában mondhatom, igen, bátran mondom, hogy 90%-ában igen. Lehet tudni, hogy kik azok a kollégák, akik itt valóban nagyobb lehetőségekhez jutnak folyton, és nem is mindig sikerül megugrani a lécet, de igen, tehát ezért nem értem, hogy miért adjuk meg újból és újból a lehetőséget, mert nem támogatja a színház azokat, akik jobban működnek. Most nem magamról beszélek, hanem nagyon sok kollégám van, akik hasonló cipőben járnak, mint én, és azt hiszem, hogy az ő nevükben is mondhatom azt, hogy ki kellene már próbálni azt, hogy nem, hagyjuk ezt a skatulyát a francba. Végre dobjuk már el, és legyünk bátrak, legyünk merészek. Ha már a darab választásaink olyanok a színházban, amik elég bátrak, most például a Balta a fejben című produkciót próbáljuk. Elég bátor kezdeményezés. Az Oz átírata is egy nagyon bátor kezdeményezés, ha már ez ilyen bátran tud működni, akkor egy kicsit a szereplőanyagot is hagyjuk már működni. Legyünk bátrabbak benne. De hát ez ugye nem az én dolgom. Majd ezt a művészeti tanács, meg a második emelet eldönti. Alapvetően ugye ez szül az emberben egyfajta keserűséget. Még se jut eszedbe mondjuk azt, hogy színházváltás? Már nem. Amikor a lányom megszületett, akkor gondolkoztam rajta, hogy közelebb tudjak hozzá kerülni. De aztán végül is az élet úgy hozta, hogy nem is az élet, hanem a szerencsétlenkedésünk az édesanyjával úgy hozta, hogy mégiscsak jobb ez így, ahogy van. Szóval én most teljesen jól érzem magam.